Bicikli, bicikli, de gurul a bicikli, 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 de forog a bicikli, le a völgybe kanyarog, mint a szélvész úgy robog, bicikli, bicikli, de rohan a bicikli, 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 de suhan a bicikli. Bicikli, bicikli, vánszorog a bicikli, az utolsó kaptató, aztán jön a bukkanó. Bicikli, bicikli, de gurul a bicikli, 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 de forog a bicikli. A család az Nagykőrösről indult, nagy része ott is maradt, csak az édesapám költözött át Kecskemétre. Hát a lényeg az, a millenniumi évek előtt volt a nagyapám egy 20 éves fiatal ember. A történet róla szól végül is. Ő volt az a meghatározó személyisége a családnak, aki mély nyomot hagyott mindenki emlékezetébe. Hát ő egy rézművesnek tanult Pesten, és az ő édesapja, az én dédapám erre tanította ki. És hát a fordulat az ott indult nála, hogy segédként fenn dolgozott Pesten valamelyik üzemnél. Spórolt pénzén megvette az első használt velocipédjét. 185 arany forintért írta a nagybátyám le az emlékezetébe, és hát ő ezzel letekert úgy, ahogy volt rögtön Nagykőrösre, poros földutakon, mert akkor nem volt más, és hát a nagy történet ott történt, hogy behajtotta a városba, és hát olyat még nem láttak addig arrafelé, és a lovak megpokrosodtak. Hát ott elég sok lovaskocsi volt, a hajtók meg szitták, mert ugye az ágaskodó lovak nem igen hasznosak ott a fogat előtt, törtek a lőcsök meg egyebek, és hát szitták rendesen az öreget, hogy hát mit képzel itt, meg hát biztos az ördöggel cimborá, hogy nem esik le onnan a nagy magas vaskerékről, mert ugye ez egy velocipéd volt. Elnevezték ördöngős papnak. Aztán a történet folytatásaként jócskán bizonyította, hogy jogosult erre a névre, mert igen kreatív volt, nem csak a rézművességgel foglalkozott, nyitott egy üzletet pár év múlva, hanem elkezdte az akkor már lassan elszaporodó kerékpárokat javítgatni, sőt elkezdett próbálkozni csinálni, és bambusznádvázból csinálta az első bicikliét, és aztán hát ő haladta a korral, kereskedést is nyitott, tehát ilyen abszolút kreatív, ez a klasszikus kezdőkapitalistának lehet máma titulálni, és elkezdett gramofonokat, varógépet, kerékpárokat árulni. Az egyik Gráci osztrák cégnek, a Stériának a képviselője is lett, adtak neki egy kerékpárt, ha eladod, akkor azt még egyet, rögtön eladta. És aztán, hát ahogy elkezdett, ő is ügyeskező volt, maga is készített bicikliket. A muzi az abszolút újdonság volt, mert ha jól tudom, 1905 körül kezdődött el maga a mozi ipar, és 1907-ben már beadta a kérvényét az öccsével, hogy Nagykőrösön akarnak nyitni. Tehát ez egy nagyon-nagyon rugalmas gondolkodása volt, és 1908-ban meg is tudta nyitni. Annyira újdonság volt, hogy a nagykőrösi város teljesen sötét volt, már áram nem volt, bocsánat, rosszul fogalmazok, mert gázlámpa volt, gázvilágítás volt, de ő generátort szerzett az öccsével, és azzal a villanyáramot termeltek a moziba, és akkor jöttek este a városiak, mint a Szent János bogarak a fényre is. És nézték a filmet, hát az nem nagy filmekről kellett még ebben az időben beszélni, mert tulajdonképpen ilyen híradó részletek voltak, ilyen sketcheken, bolondoztak rajta, és aztán utána kezdtek komolyabb drámai, némafilmeket készíteni, és
hát, hogy ne unatkozzanak teljesen a nézők, hát zongora kísérlet is volt hozzá, vagy esetleg még fel is mondta a zongorista, hogy mit látnak a filmen. Tehát egy ilyen szóbeli kísérlet volt hozzá. Ez egy halatlan nagy ritkaság. Most döbbentem rá az utóbbi években, hogy ez nem is hiszem, hogy van ilyen több az országban, sőt a világon nem sok lehet. Tudnék, ez egy 1908-ban készült francia Paté vetítőgép, mozi céljára készült, nem egy átalakított kokámány, hanem ez egy eredeti mozi vetítőgép. Ez kézzel kurbizták, tehát ezen nem volt villanymotor, és akkor ilyen majd egy pillanatra be tudom mutatni, hogy működött. Akkor nézzük is meg, jó? Hát kicsit kockázatos, mert be van frizve egy régi film, és nem akarom, hogy ezt elkapja. Tehát egy ilyen valamikor olyan ívfénnyel volt ez működtetve, most át van alakítva. Tehát körülbelül ez. Ezt nem vigyed el, de ilyen lefogta ezzel, ez egy kalcsú. Ez meg van hajtva itt egy cigja. Csak nem vettem észre, hogy na mindegy, ennyi technika malóra belefér. De az illúzió az megvolt. 1998-ban volt nagykörösi mozi 90 éves évfordulójára restauráltam ezt. Tudnilik, ennek az a története, hogy valahogy az édesapámnál maradt, tehát ez nem volt ott Nagykörösön, amikor államosítottak, és ez így megúszta a beszolgáltatást valami formán, de ez nem is volt használva, mert ugye, mint mondtam, ezzel nem lehet hangot előállítani, ez csak néma film, ez valószínűleg ilyen reklámanyagoknak a, tehát ilyen segédvetítőgép lehetett addig, amíg fűzték át a nagy gépen a filmet, mert ezt ugye mindig vissza kellett csévélni egy-egy film levetítése után, hogy előről tudjon elindulni, tehát ez nem ilyen digitális mágneses technika volt, hanem minden kocka le van fényképezve, és azért van itt ez a tárcsa, hogy a folyamatosan elmenő, egymás után elmenő képkockák közt egy megszakítás legyen, és a te szemedbe azt az illúziót kertse, hogy az egyik másik kép után összefolyik. És ezért látsz te mozgást. Amúgy tulajdonképpen ilyen szaggatott képfölvillanások láthatók lennének. Ezek a korabeli filmekből maradtak néma filmekből, tehát 1912, és rá van írva a perforációra az évszám. És itt lehet látni, hogy itt volt megszakadva, ezért vágta ki a gépész. Tehát, és akkor ilyen különböző német, francia, olasz, néma film darabok, filmekből való darabok. Ez viszont egy nagyon érdekes, ez itt Ferenc Józsefnek a temetése 1916-ból, ugye amikor Burgba volt fölravatalozva ő császár és királyi felség, és akkor itt lehet látni, hogy a gyászoló fölvonulók hogy mennek, és akkor itt lehet látni, hogy a nem tudom hány ló által húzott fekete halottas kocsiba elvonul a gyászolókat, abba viszik a halottat. Az öccse volt maga a siker, hiszen a Ferenc nevű öccse az 1898-ban elindult egy magyar bajnokságon, a 100 kilométeres versenyen. Első nekifutásra összetörte a kerékpárját. A második nap, valahogy kétnapos verseny volt, megcsinálta, magát is összerakta. A kilométer kőnek mennek, valami kő megdobta, mert azért nem volt akkor aszfaltot, ez földút volt, ilyen döngölt földút. És hát Budapest Siófok közt volt a verseny, és annyira neki lódult, hogy 5 kilométert vert a második helyezetre. Ez 2:43 ír a Nagykörösi Sportalmanak, és azt is hozzátették, hogy abban az időben az újságírók szerint ez a sebesség, amit ő hajtott, az gyorsabb volt, mint a személyvonatoké. Később a saját gyerekei is
megtanulták ezt, mert hát megnősült századforduló előtt, és hát jöttek a gyerekek, mint abban az időben rendesen minden családnál. Ugye hát Isten adta, Isten veszi el. Hát 13 gyerekből 8 érte meg a felnőtt kort, sajnos többi az kis gyerekkorban, pár hónapos, pár éves korban meghaltak, de azért volt rendesen szaporulat, és hát a nagypapa az kitanította a fiúkat a szakmára. Tehát ők, a gyerekek jártak rendesen iskolába, de abszolút utána szabadidő nem nagyon jutott nekik, mert a műhelyben meg kellett tanulni mindent, a mozinál besegítettek, plakátokat küldte őket éjszaka, hordják szét a városba, fölragasztani körítésekre, póznákra, ide-oda, amoda. Úgyhogy előfordult, a nagybátyám mesélte, erre emlékszem, hogy a tanár úr többször megfette, mert elaludt az órán. Megkérdezte, hogy miért nem aludt az éjjel, és akkor elmesélte neki, hogy hát bizony ő neki dolgozni kellett, és akkor talán nem bántották. Jó fejű gyerekek voltak, csak hát azért sok volt a munka. A gyerekek nőttek, hát nem volt egyrészt hely, másrészt a nagypapa meg jó fejű ember volt, fölismerte, hogy Kecskemétre lehetne nyitni esetleg egy üzletet. És ő még 25-ben itt a Nagykörösi utcán egy kis házba megnyitotta a fiók üzletét, és akkor az apámat átküldte oda, hogy na, akkor vigye a bótot. És akkor hát ő kerékpárokat, gramofont, mindent, amiben érdemes volt kereskedni, ott árult, berendezett egy kis műhelyt is, tehát ami eladott biciklikről garanciát vállalt, és valami probléma volt, kijavította, de lehetett bemenni hozzá egyéb biciklikkel is javításra. És akkor hát ez az üzlet beindult, és akkor felnőve, hát ő közben sportolt, nem is akárhogy, mert igaz, az összes testvére mind sportolt, tehát a sok munka mellett azért arra jutott idő, hogy keményen valamihez hozzáfogtak. Ő Nagykörösön kezdett el tekerni, nyilvánvaló, de ahogy átkerült Kecskemétre 25-be, csatlakozott az itteni sportélethez, és akkor azt hiszem a Kac volt itt az egyik, nem egyetlen, egyik sport egyesület, és akkor az ottani kerékpár és motoros szakosztályba bejelentkezett, és hát ő nagyon komolyan versenyzett, még 27-ben már országos bajnoki címet nyert Budapesten, 20 kilométeres versenyt nyerte, 300 másodperccel maradt le az akkori országos csúcsidőtől, tehát nem volt rossz versenyző, és motorra is kiváló versenyző volt, később aztán beválasztották a választmányba is, tehát az egyesületi, tehát ő egy neves emberré vált itt Kecskeméten. Ez például milyen ére? Hát ezt már én úgy vásároltam, ez egy magyar kerékpáros érem, meg ez is van. Ezen lehet látni a címerét a Magyar Kerékpáros Klubnak. És akkor nagy valószínűség szerint az édesapádnak is temérdek ilyen érme hát volt. Nem, valószínűleg biztos, igen. Mert ott van a fénykép, tehát ez bizonyítja, hogy ő ilyen bajnok volt. Hát aztán és a sorsa ezeknek végül nem beszéltünk, hogy én tudom, csak hogy mondjuk el, hogy az érmeknek mi lett a sorsa a szovjet beszállásolás után? Hát valószínűleg elvitték. Hát mondom, kitűzték az ugrónyra és elvitték, mint hogyha előléptették magukat, de hát most ezt hagyjuk inkább. Egy biztos, hogy amikor az oroszokra került a szó gyerekkoromban, akkor hát inkább nem idézem, miket mondott, de nehéz volt nekem összeegyeztetni az akkori kor életét, amikor mi tanultunk Lenin Neftársról különböző dalocskákat, és hát otthon meg az apámtól hallottam az ellenkezőjét. Én egyszer nyertem egy rajzversenyt az általános iskolában, és akkor az apám megkért rá, hogy vigyem már haza azt, hogy mutassam már meg, hogy milyen rajza is nyertem én ezt a versenyt. Történetesen Lenin elvtárst kellett lerajzolni. Annyira jól sikerült, hogy ezzel megnyertem ezt a rajzversenyt,
Hát az apám az a következőképpen dicsért meg. Nézzél képet, azt mondja, hát tényleg így nézett kéze piszkos csavargó világ fölforgatog az ember. Hát ez volt az én nagy dicséretem. De hát ezt én akkor nem tudtam összeadni, hogy ez ellenkező dolgokat hallottál, hogy miből adódik az ő negatív véleménye, de hát most már, hogy hála jó Istennek, meg lehet ismerni a múltat, most már ez nem tabu téma, most már megértem. Mi az, amit még innen kiemelnél? Az érmek, illetve a kupa az egy fontos dolog szerintem. Igen, erre bele van gravírozva, ezt valószínűleg már nem fér be a zubbonyba, és akkor ezen az volt írva, pedig ezüstbő van, kecskeméti pályaverseny legstílusosabb versenyzőinek 1928-ban. AGS képviselet, tiszteletjé. Mátyámnál van egy ilyen kristályváza is, hasonló. Hát ez pedig egy díszcsöngő a papkerékpárokra volt főszerelve, és... És mi működik is? A Kecskemét címeres elismerést azt meg tudjuk mutatni? Természetesen. A 650. évforduló kapcsán? Hát ez egy motorversenynek az emlékplakettje, hát igen, ez most tényleg jubiláló. Ő még az utolsó pillanatig versenyzett, mert ezt most fedeztem, hogy 52-es ez a motorverseny győztesének járó 102 centis hetélye pukkal versenyzett. Tehát ez maradt meg, de hát ez már nyilván szovjetek után volt. És ezt ő szerezte. Valószínűleg kinőtte magát az üzlet, és annyira az alaptőke megnőhetett, hogy megengedhették maguknak. Volt nyitva az üzlet a Pap Sándor és fia cégnek, mert ezt nem mondtam, hogy így hívták ezt a társas vállalkozást, amikor már a gyerekek is részt vettek az üzletbe, hogy az iparos otthonban is voltak egyszer, láttam egy ilyen fényképet valakitől, és aztán a Luther udvarban lett egy iroda, egy üzlet bérelve, plusz egy Arany János utcában még egy műhely is, javító műhely. És akkor ezt is még az apám vezette, de később 33-ban megnősült, vagy őt vette el a felesége, nem tudom, lényeg az, hogy kilépett biztos a nő hatására a családi üzletből, és önállósította magát. És az ő helyére az öccse lépett, Dezsőnek hívták, és ő pedig, az apám pedig az Arany János utcán, ahol a nagyapa cégenek volt a javítóműhelye, attól két háza nyitott egy saját üzletet. 33-tól végig, ameddig tudott, tehát ameddig lehetett államosításig, ott volt az Arany János utcában. Mutatta is gyerekként, de az ott lehetett valahol a könyvesbolt, tehát ami volt OTP amellett, annak az épületnek a belső felében. Az öccse, a Dezső, aki átvette a helyét a nagyapa féle cégnél, hát az is egy pár év múlva belejött az üzletbe, és hát ő is úgy döntött, valószínűleg ő is nő hatására, hogy kilépett, és a családi vállalkozás is egy olyan üzletet nyitott. És hát ez volt a cifrapalota, ahol hát egy kezdetben a Luther udvarban volt, mint Pap Dezső néve, mert itt maradtak fönt ilyen levélborítékok, amin még az a cím van, de utána átköltözött a cifrapalotába. A háború először nem tűnt olyan szörnyűnek. Az egyik testvére, az meg is maradt némi visszaemlékezés, hogy vonultak be Erdélybe, volt aki a délvidéken, volt aki a felvidéken. A lényeg az, hogy az összes fiút elvitték katonának, ha tetszett, ha nem. Az összes alkalmazottat elvitték katonának, úgyhogy gyakorlatilag a nagypapa maradt otthon a nagykörösi üzembe, és inasokkal ő visszaállt dolgozni nyugdíjas létére, 70 év fölött volt már, de visszaállt és dolgozott, és újból elkezdte forrazgatni a gépeket, és nem engedte leállni az üzletet, se a kereskedést, tehát minden ment tovább. Háború után, ahogy a
államosítás megtörtént, tehát a kommunista rendszer átvette a hatalmat, innentől kezdve a magánszférának, hát ha nem is teljesen, de befellegzett. És az ilyen embereket mind üldözték, és ha csak nem váltott szint teljesen. De hát ők nem váltottak szint, és ezért az első kategóriába kerültek. A szegény apámat is bebörtönözték, voltak a fogságban, volt több fiú, nem is került haza a háborúból, pedig reménykedtek át, ha fogságba vitték őket, de nem, hát valószínűleg mind meghaltak. Családtagok is haltak meg, gyerekek, unokák is. Tehát eléggé súlyos csapás volt a családra nézve a háború. Hát utána maga az államosítás az még nagyobb csapás volt. Hát ugye elvették mindent, Nagykörösön volt az üzlet, a mozi, ezek egy épületben voltak, ezt úgy, ahogy volt, lekapcsolták. A műhely, a gyártóüzemet teljesen kifosztották, tehát az árukat elhordták máshova, eladták, nem tudjuk pontosan a sorsát. Hosszú hónapokig nem volt senki se, aki csinálja bármit, tehát a fiúk se kerültek még mind elő, és hát ez egy nagyon bizonytalan időszak volt, de aztán hát szerencsére az édesapám, meg még két fiú azért megmaradt, és ők különböző retorziók után kaptak engedélyt, hogy javíthassanak kerékpárt. Tehát kereskedésről későbbiekben szó se lehetett, csak kerékpár javításra lehetett szó. Ők megnősültek, az apám elvette akkor a második feleségét, az én édesanyámat. Tehát én már ebbe a világba csöppentem bele, amikor hát láttam egy megtört öregembert, aki olajos, koszos kézzel jött le ebédelni az asztalhoz, még meg is róttam magamba, hogy hát hogy lehet ilyet csinálni. Aztán kezdtem átérezni, hogy hát ez nem olyan könnyű volt ez a világ. Rákosi alatt 52-ben az apámat letartóztatták, mert nem szolgáltatta be mindenét. Tehát nyilván, hogy a híre ment azért előtte már, hogy itt államosítások lesznek, és akkor hát mindenki próbált menteni valamennyit a későbbi időkre, hogy hát hogyha lesz, és akkor hát ő is elmentett egy-két dolgot, csak hát akitek tudomása volt róla, az megdésmálta az ő eldugott dolgait, azt meg elkapták, orgazdaságért megszorongatták, hogy mit is árulsz, azt mondja, bevallotta, hogy nem az övé, hát kié, hát akkor kiderült, hogy Pap Sándor. Na, akkor Pap Sándort is bevitték, annak is gondolom a körmét megszorongatták, az is bevallotta, hogy az övé. Hát aztán kapott 3 évet ezért. Úgyhogy lecsukták a Szegedi Csillagba, és hát szegény anyám egy gyerekkel, akkor már megvolt a bátyám, elköltözött az anyjához, mert a házat is elvették. A házból berendezték, tehát elkoboztak mindent. És oda a kommunista pártnak a helyi irodája települt be, és hát az apám az meg a Csillagba sénylődött. Édesanyám akkor, amikor az férjét elvitték a börtönbe, akkor terhes volt. És hát egy alkalommal, nagy pacakkal lement Szegedre a Csillagba a láthatásra, és miután hazajött, halva megszülte a két gyerekét, és hát ennyit tudott az egész család. Én is ennyit tudtam, hogy volt 2 nővérem, és semmi egyebet, még nem, hát édesanyám sajnos 92-ben meghalt, és hát még az utolsó nap, amikor bementem hozzá a kórházba, akkor megkérdezte tőlem szépen csöndben, hogy fiam, te tudod, miért vagy? Hát mondom, anyám, hát azért, mert megszültél, miért lenne? Mi másért? Hát, de hát úgy mégis, miért vagy? Hát. És akkor elmesélte, hogy mi történt. És erről hallgatott egész életében, hát tulajdonképpen ott Szegeden,
amikor bement a börtönbe, hát a, hogy is mondjam, a raboknak a hozzátartozóit ezt eléggé becsmérelték, és hát valószínűleg az egyik ittas Schmasser megrúgta a hasát, és ezek után hazajött és megszülte holva két gyerekét. Ikrekkel lettek volna lányok. És erről a férjének se beszélt, senkinek, csak nekem mondta el a halálságyán, és utána szépen elköszöntem tőle, és pár óra múlva meghalt. De hát talán ez is jelzi annak a kornak a hangulatát, hogy az embereket hogy megtörték, hogy hallgattak. Nagyon sokan hallgatnak még most is, pedig sok embernek gondolom lenne mit mesélni. Nagykőrösön két testvére élt még az édesapámnak, egy bátyja meg egy öccse. Ők végig dolgoztak, a bátyja az végig hát megkapta a lehetőséget, hogy mint javítómester dolgozhatott, műszerész. Az öccse is ebbe a területen dolgozott, annak a fia még a mai napig ezt csinálja. Tehát ott még nem halt ki ez a vonal teljesen. Nálunk az édesapám, ahogy kikerült a börtönből, meghalt Sztálin nyelvtárs, és akkor amnestiával az ilyen úgymond kistílűeket kiengedték. Én egy megtört öreg emberként ismertem meg az apámat, szinte a saját nagyapám lehetett, mert már eleve 51 éves volt, amikor én megszülettem. Ő azért volt kint az orosz fronton is, mert mindegyik ott is volt, meg hát ez a börtön évek, ezek nem használtak neki. Még így is, hogy hamarabb kiengedték, tehát nem kellett 3 évet letölteni, de mély nyomokat hagyott benne, semmit soha nem mesélt róla. De látszott, hogy neki nyűg az élet. Tehát nem örömmel élt, nem örömmel élt. Ideges volt, csapkodott néha. És hát így mai fejjel belegondolva, gondolom, sokan csapkodnának, idegesek lennének, hogyha úgy egyik napról a másikra jönnének emberek ilyen bőrkabátba, és elkérnék a kulcsot, az üzletkulcsot, a kocsi kulcsot, a házkulcsot. És akkor utána le van nullázva. Biztos sokan lennének idegesek. Kerékpárversenyző is volt, tehát ő itt lehet látni, hogy milyen sok versenyen vett eredményesen részt, arról nem meséltem még, hogy amikor a szovjetek betörtek 44 novemberében, ha jól emlékszem az elmesélésből. November 1-én, igen. Akkor hát sorra törték föl a házakat, tehát így az apámnak a családi házát is, ami nem sokkal korábban épült, és hát eltűntek az érmek. Én azóta vettem más érmeket, meg maradt olyan dolog, ami nem fért, nem tudtak elvinni, de valószínűleg kitűzték az zubbonyukra a bement katonák, mert hát olyan szép kis érmek voltak, hát ott a kitüntetéseket egy kicsit. Előléptették magukat. Ő azért eldolgozgatott még 70-ig, abban az évben halt meg, de azért még szerencsére átadott a tudásából valamit. Tehát 6 éves koromban nekem be kellett vonulni minden nyáron hozzá a műhelyébe, a szünidőbe 1 hónapot dolgozni. És ez nem csak olyan tessék-lássék munka volt, hanem bizony keményen. Nem csak a koszos, olajos golyókat kellett a biciklibe kimosni, hanem mindent megtanított, rendesen megtanított. Ezért nagyon hálás is vagyok neki. Bár nem volt mindig kedves ember, de amúgy jó volt a szíve neki. Hát ő 70-ben halt meg, hát fiatal gyerek, 16 éves voltam még akkor, pont amikor egy fiúnak kellett volna a legjobban az apai szó, hát sajnos ez elmaradt. Kitanultam végül is a kerékpárjavítást, mint szakmát, hát nem műveltem soha, tehát én belőlem nem lett műszerész. Én végül is kerülő úton gépészmérnök lettem, és egy nagy üzemben, mezőgépnél voltam tervezőmérnök sokáig, utána vállalkozó voltam, egyebek, de
különösebben nem érdekeltek az öreg biciklik. Az egyik alkalommal a pedagógusba beírtam azt, hogy pap. És akkor kidobott 200 választ, az első lapon azt hiszem 6 vagy 7 közt azt olvastam, hogy pap Sándor és fia. És hát úgy fölcsillant a szemem, és akkor így naivan arra gondoltam, hogy na vajon ki az, aki újból felvette ezt a nevet. Hát csak korákat tintottam, és akkor azt olvasom, hogy valaki érdeklődik a nagyapa cége után, meg beszélgetnek erről, és akkor mondom, jé, hát ez ki érdekli ez a téma, még öreg bicikliket, most mi van ebbe érdekes? És akkor végigolvastam, és akkor döbbentem rá, hogy itt közben fölnőttek fiatalok úgy, hogy leszették a nagypapa öreg vasát a padlásról, és akkor rendbe rakták, és akkor azzal tekernek az öreg gépbe. És akkor mondom, jé, hát ilyen van. És akkor elkezdtem én is utána érdeklődni, hogy hogy van ez, mint van ez. És akkor találtam az interneten ilyen fórumot, és akkor hát olyan udvariasan próbáltam nekik segíteni egy-két dologba, hogy elakadtak. Nagyobb volt a lelkesedés, mint a szakértelem, de aranyosak voltak, és tényleg becsöppentem egy jó kis közösségbe, és hála jó Istennek ez a mai napig megvan, ez a kapcsolat. Nagyon sok fiatal barátom van, hála jó Istennek, és ez nekem nagy élményt okoz, mert elkezdtem gyűjteni az öreg vasakat. Hát nyilván, hogy utána kezdtem kutatni a nagyapámék történetének, mert sajnos nem maradt semmi. Azért nem maradt semmi, mert a legfiatalabb öccse 70-es években még mindig megfigyelés alatt volt, és megunta, és eltüzelt minden iratot. Hát ez nekem most aranyat érne, ha tudnám, hogy mi volt, de hát nem tudok semmit. Így aztán ilyen újságcikkekből, korabeli elbeszélésekből próbálom összerakni a képet, hogy hogy is működött az az üzem, meg csodálatos módon még most is találkoztam olyan emberrel, aki volt náluk. Saját rokonom talált meg engem, nem én őt, nagyapám testvérének az unokái. Ez most fantasztikus, ez most egy friss dolog, és ők jártak lent Kecskeméten is, meg a Nagykörösön is, és mesélték, hogy milyen volt, miket láttak. Tehát ez egy fantasztikus élmény. Veteránozás számomra új lehetőséget adott. Részt vettem először egy veterán kerékpáros túrán, és akkor nem volt semmilyen biciklim, hogy én ezen el tudjak indulni. És a bátyámnál megmaradt édesanyámnak a régi kerékpárja, az csodálatos módon, mint személyes tárgya megmaradt, és hát ez fel lett hozva a pincéről, ott az a női bicikliről van szó, szóval hát ez nagyon koszos, poros, minden baja volt, úgy is úgy kellett rá csinálni. Na azt összeraktam, és azon részt vettem ezen a túrán, és nagyon nagy élményt jelentett, és akkor határoztam el, hogy akkor én is elkezdek gyűjteni, és próbálok papkerékpárt is szerezni. Hát az még soká váratott magára, viszont az apósom, aki cserkésztiszt volt, rendelkezett egy öreg biciklivel, ami itt van előttünk, ez egy budapesti Velvár sportgép, és ezt én a sógoromtól megvettem a későbbiekbe, és akkor ez egy nagyon szép emlék lett számomra, míg meg nem szereztem az első papkerékpárt. Én tudtam, hogy van ilyen papextra kerékpár, mert egy debreceni barátomnak volt már egy ilyen, én azt láttam, és hát olyan epekedve néztem, hogy jaj, de jó volna egyszer nekem is egy ilyen, és akkor érdeklődtem Nagykörösön ott ismerősöknél, hogy hát nem-e tudnak ilyesmit valakinek. És akkor mondták, hogy van egy öreg bácsinak, van, de nem tudták a címét, nem, egyszer aztán sikerült kinyomozni, és hát bekéreckedtem hozzá, hogy hát megengedi-e, hogy megnézem ezt a gépet, meg lefényképezem. És akkor megengedte, persze, azt mondja, gyere fiam, nézed meg. Ott volt bent a kamrába, két nagy százas szög be volt ütve a falba, és arra volt a váz fölakasztva. És
És akkor beszélgettünk, közben levettek, körbeforgattam, lefotóztam, hát itt van, be van marva pap extra, szépen. És érdekes az, amit mondtál, a cégéretek. Igen, igen. Hát ez a suhanó P betű, ugye? Igen, igen, igen. Ez látható, hogy a szinte húzza. Szárnyai nőnek a P betűnek a sebességtől. Igen. És hát aztán szó-szót követett, és akkor bögtem ki, hogy hát tulajdonképpen ezt a nagyapám még csinálták. És akkor meglepődött az öreg, tényleg? Hát azt mondja, tudod mit, fiam? Hát nekem itt van a mountain bike-om. Ezt neked adom. Nem kell ez nekem. Azzal el tudok menni mindenhova. Én ezt már nem használom. De egy föltétel. Nem adhatod el soha. Hát, hogy őszinte legyek, ezt volt a legkönnyebb megígérni. És ezen minden eredeti egyébként? Nem. Azért, hogy... Nem, hát már ezen cserélni kellett meg, még ez egy hosszú folyamat, még ebből előkerül, ebből korabeli hitelesnek mondható bicikli legyen, de hát ez a szép ebben, hogy nincs minden úgy kapásból, tehát azért itt nehéz utána alkatrészt szerezni, hát bőrzéken lehet talán venni ezt, azt, amaszt, vagy néha valaki elad egy ilyet, a szülőknek már nem kellett öreg biciklit, és akkor azt megveszi az ember, ha másnak nem pótalkatrésznek. És abban az időben mi számított a papkeripár egyéb külön védjegyének? Nyilván a minőség egyszer, de mi az, hogy mondjuk ennek a kerékpárnak egyfajta olyan jellemzője a cégéren és az egyéb jelzéseken túl, hogy ez egy papkeripár? Tudsz ilyet? Hát a megbízhatóság. Hát én a mai napig látok nagykörösen, tekernek még ilyen biciklikkel. Nem pont ilyen papextrával, mert ez nagyon ritka volt abban az időben is, tehát ez nyilván drágább volt, ugye ez a külön maratás, kromozás miatt, de ők becsületes emberek voltak, és adtak a nevükre, és olyan biciklit adtak el az embereknek, amit lehetett használni. Tehát nem egy generációra, az több generációt kibírt. Tehát ott meg az igénybevételt azért bele kell gondolni, hogy egy város környéki parasztember nem tudott lovaskocsit venni, azért a ló nagyon drága volt, autót meg véletlenül se, annak nem volt más lehetősége, hogy vett egy biciklit. Az se volt olcsó, de vett egy biciklit, és arra a csomagtartóra föl lehetett tenni nagy csomagokat, 3-4 garabot, mint ahogy meséltem is, és akkor azzal hordták be az árut a piacra. Tehát lehetett neki tovább lépni. Vagy ha más nem, munkába járni. Nagyon jó dolog volt. A középső kerékpára visszakanyarodva, amikor csináltuk az ipartörténeti kiállítást, és egyébként te is részese voltál, pontosan ennek a kerékpárnak az lábvédő, vagy mi az a, hogy ez a dísz rajta? Nem tudtam, azt gondoltam, hogy kisgyereknek a lábát ne kapja, de nincs rajta nyerek, utána gondolkodtam rajta. Nem, mivel ugye ez női bicikli, és a nők abban az időben szoknyába jártak, azért, hogy ne kapja be a hátsó kerék a szoknyát, szoknyavédő. Szoknyavédő, igen. És pontosan, emlékszel a cifrapalota előtti képre, ahol kimondok a kerékpárok, pont egy ilyen kerékpárt látunk az utcán, a sarkon, a Rákóczi út egy sarkán. Ott kiszúrtuk ezt a kerékpárt. Úgy van, lehet. Ez egy pult kerékpár. Így van, lehetséges, hogy akár ez a kerékpár is volt. Látom azt a hihetetlen akaratot, ami volt bennük. Nem adták föl soha, bármilyen nehéz helyzetbe is kerültek a körülmények által, soha nem adták föl, és mindig küzdöttek. Tehát ez egy olyan nagyon mai világban könnyebben feladják az emberek, és ez tényleg ez példaértékű, hogy hihetetlen, hogy sok gyerek, sok éhes száj mellett megtalálták azt az utat, azt a kiutat, hogy talpon tudjanak maradni. Pedig nagyon sok ember nem tudott mást csinálni, hasonló sok gyerekes családoknál, hogy mit csináltak, nem volt mit adni neki enni, elküldték apácának vagy papnak, vagy valahova máshova. Menjél fiam, azt próbálj szerencsét akár külföldön. Nem, itt nem küldtek el senkit, itt mindenkit megtartottak. A nagyapai üzleti papírok nem maradtak meg, mert azokat eltüzelte a keresztapám, de
Az apámtól megmaradtak azért, hála Istennek, bizonyos számba dolgok. Ez egy üzletkönyve neki, és jellemző a korra, tehát itt most 43-nál van kinyitva éppen, hogy egy adásvételi papír mit tartalmazott. Tehát ez egy hivatalos okmány. Hát ennek az első lapja a vevőhöz került. Ezzel bizonyította, hogy ez az ő tulajdona. És itt most nem részletezem pontosan, tehát egy német kerékpár, ilyen vászszámmal eladott, krómozott, luxus, sárvédő, abroncsok, stb. Dinamó, lakat, egyéb. 180 kg hízott, jó, prima sertés. Ez 1944. február hóban házhoz leszállítva. Tehát magyarán ez volt a vételár. Nem pengőbe, hanem sertésbe fizetett a vevő. És ez a túloldalon le van írva, hogy a túloldali sertést a kerékpárjával elintézetnek vettem, illetve ezzel fizetve a vevő neve. Tehát hivatalos papíron lehet olvasni ilyet, hogy nem volt értéke a pengőnek már, illetve akkor még volt értéke, de nem volt hús. Meg a háborús helyzet. Nem volt hús, és ezért rákapanyolodtak az emberek, hogy visszamentek az őskori kereskedelemhez, akkor ugye kőbaltájú vadbőrt cseréltek. Tehát itt meg kerékpárért lehetett sertéshúst szerezni. Nagyon sok gyerek az utolsó pillanatig ki van kímélve a szülő által, tehát nem kerül olyan szituációba, hogy megszoruljon. Sajnos láttam nagyon sok gyerek egyik iskolából a másikba, szinte csak azért, hogy elkerülje, elodázza azt, hogy még menjen dolgozni. A mi családunkban erről szó se lehetett, eleve a gondolata se volt kérdés, mert őket egyszerűen tetszett, nem tetszett, befogták rögtön dolgozni. És az érték, a belső érték az így termelődött ki bennük, munka mellett. Tehát náluk abszolút természetes volt az, hogy dolgozni. A mai világban meg sajnos nem látom minden féleképp, tehát a szülők valahogy próbálják ki kimérni a gyerekeket. A gyerekek is egy kicsit néha rájátszak tisztelet a kivételnek, de nem általánosítok, de sok példát láttam erre, hogy húzzák, halasszák, és akkor nem is tudom, hogy válnak ők igazán emberré. Mert nagyon nehéz ez a mai korban, nagyon nehéz, amikor felvették ezeket a hiteleket, és amikor éppen már kinyögték valahogy az utolsó részletet, és akkor mindig történt valami. Tehát olyan nagyon nem élveztek ők semmit ugye az életből, mert nem is volt rá idejük. Tehát amikor már úgy nézett ki, hogy na most már termőre fordul a dolog, na most már lehet ebből egy kicsit profitálni, akkor mindig történt valami. Vagy a világválság, vagy a háború, vagy államosítás, vagy ez, vagy az, vagy amaz. De azért soha nem adták föl, és azért mindig próbálták a dolognak a szép oldalát nézni.